Úgy hívnak, hogy Ádám Zoltán, 53 éves vagyok, közgazdász vagyok, de politikatudományi végzettségem is van, és politikai közgazdásznak nevezem magamat, mert hogy politikai gazdaságtani kutatási témákkal foglalkozom. A Budapesti Corvinus Egyetemen 2016-ban kezdtem el tanítani, és egészen 2023-ig ennek az egyetemnek az oktatója voltam, előbb adjunktusként, majd docensként. Kirúgás az tavaly, azaz 2023. október 24-én történt egészen pontosan, és az volt a indoklásban, hogy nem működtem együtt egy úgynevezett szabálytalansági vizsgálaton, vizsgálattal az egyetemen. De maga az egyetem vezetés kezdeményezett és folytatott le. Számomra nem teljesen világos célokkal. És én állítólag nem működtem együtt ezzel a vizsgálattal. Pontosan azért nem működtem az egyetemvezetés szerint együtt a vizsgálattal, mert elmulasztottam átküldeni kettő e-mailt, amit kértek tőlem. Több e-mailt átküldtem, egy e-mail folyamot küldtem át, azt hittem, hogy benne van ez a két e-mail is ebben az e-mail folyamban. Azt hittem, hogy minden e-mail benne van az e-mail folyamban, amit kérnek tőlem, de kiderült, hogy két e-mail nem volt benne az e-mail folyamban. Ezt én akkor tudtam meg, amikor kirúgtak október 24-én. Volt egy másik indok is, amit a felmondó levelem tartalmaz, ez szerint úgymond nem voltam eléggé udvarias vagy tisztelettudó az egyetemvezetés tagjaival, amikor, amikor kommunikáltam velük. Ezzel a két indokkal rúgtak ki. Az ügynek persze van egy előzménye, az ügy előzménye az, hogy 2023. február elején három etikai eljárást kezdeményeztem az egyetemen, három magas rangú egyetemi vezető, kettő dékán és a rektor ellen, azért, mert azt gondoltam, hogy mind a hárman felelősek azért, hogy egy befolyásos családból származó hallgatómat olyan módon vizsgáztatták le, ami számára kedvezőbb feltételeket teremtett, mint az összes többi hallgatónak a feltételei voltak. Én etikai eljárásokat kezdeményeztem, ezek lezajlottak az egyetemen, első fokon elmarasztalták ezeket a vezetőket, másodfokon felmentették őket, és amikor felmentették őket, akkor kezdődött ez az úgynevezett szabálytalansági eljárás, aminek a végén engem rúgtak ki az egyetemről. Mielőtt kezdeményeztem volna az etikai eljárásokat, én már beszéltem a tasz jeleztem azt a tasz hogy szerintem itt van valami, ami nincsen rendben, és megkérdeztem a, a TASZ egyik munkatársát, hogy mit javasol, mit tegyek. És gyakorlatilag minden, minden lépésemről beszéltem a, a tasz és volt egy TASZ ügyvállalás már az etikai eljárások idején, aminek a keretében a TASZ engem segített, és akkor, amikor megszülettek ezek a bizonyos másodfokú, felmentő etikai eljárásbeli határozatok, akkor én a TASZ segítségével fordultam ezekkel kapcsolatban a bírósághoz ez.